Az egyik kedvenc történetem elég régen kezdődött el, amikor először elkezdtük a proféta iskolát. Az Egyesült Királyságban még soha semmilyen ehhez hasonló képzés nem létezett több éven keresztül. Tehát ez egy teljesen új jelenség volt még abban az időben. És a legtöbb ember úgy gondolta, hát ha te profétikus vagy, egyszerűen csak hallanod kell Istentől, ehhez nem kell külön képzés, csak érzékenynek kell lenned Istenre, és kész. Tehát amit elkezdtünk, az egy nagyon alapvető dolog volt, egy úttörő munka. És természetesen nagyon sok kritikát vont ez maga után, különösen három ember, akik szinte missziójuknak, küldetésüknek vették azt, hogy teljesen megkérdőjelezzék az egész proféta iskolának a hitelességét. És azt csinálták, hogy minden egyes alkalomra eljöttek, minden olyan dolgot kerestek, amit csak találhattak, amibe beleköthettek és kritizálhattak, és amifelől negatívak lehettek és cinikusak. Kiadtak egy saját újságot ellenünk, és kifejezetten rólam szólt, illetve ellenem, és minden egyes dolgot, amit csak mondtam, azt igeileg megkérdőjelezték. Ennek örültem is, mert ez nekem is segített, de nagyon gyakran annyira személyessé váltak ezek a kritikák. Egyszerűen személyes küldetésüknek tekintették azt, hogy minden egyes alkalommal, hogyha valahová mentem, vagy szolgáltam, vagy proféta iskolát tartottam, akkor ők megtudakolták, hogy éppen hol leszek, és már előre lefoglalták a helyüket, hogy oda jöjjenek. És sokszor már hetekkel korábban megérkeztek a helyszínre, és körbe mentek az összes gyülekezetbe, ott azon a területen, ahol tudták, hogy ott fogok prédikálni, és akivel csak tudtak beszélni, mindenkinek elmondták, hogy ezt az embert ne hívjátok meg, ne is engedjétek be a városotokba. Ő teljesen démonikus, megszállott, nem Isten szellemében jár, ő becsap embereket, teljesen a félrevezetés szelleme van benne, és mindenféle ilyen hasonló jellegű dolgokat mondta, és a személyes ügyintézőmmel, Karolával úgy neveztük el őket, hogy ők a Dilis trió, és igazából egy hosszú időn keresztül ez nagyon kemény volt, mert még mielőtt odaértünk volna már az alkalomra, ők már kívül ácsorogtak az épület előtt plakátokkal a kezükben, amin rajta volt az én fényképem. Nagy betűkkel oda volt írva a fotóm alá, hogy ez az ember egy átverő, félrevezető, ne engedjétek őt be, ne engedjétek, hogy imádkozzon értetek, vagy bármit mondjon az életetekre. Minden szolgálót próbáltak eltávolítani tőlünk és a szolgálatunktól, és minden egyes alkalmunkra bejelentkeztek, és amit be kellett fizetni, még be is fizették. Kifizették az iskola egész költségét, és aztán fogták, és bejöttek az épületbe, a plakátjaikat az épület hátuljában szépen lepakolták, és aztán előre jöttek, és a legelső sorban, pont a szószék előtt szépen egymás mellett leültek, és úgy ültek ott, mint a Grimm testvérek, így hunyorogva. Gyönyörű szép, teljesen új jegyzetfüzettel a kezükben, és ragyogó, gyönyörű szép új tollal a kezükben, és mindent lejegyzeteltek, amit csak mondtam, és tudtam, hogy ebből egy újabb újság fog kikerülni, hogy minden, amit mondok, azt szépen pontokba szedve megkritizálják, és megkérdőjelezik, és kétségbe vonják, és ez így ment hónap-hónap után több éven keresztül. Minden egyes alkalmon ott voltak, és részt vettek, és egyszerűen odáig jutottam, hogy imádkoztam, hogy Uram, kérlek, segíts nekem, vagy ha őszinte akarok lenni, olyan imákat is mondtam az Úrnak, hogy drága Uram, kérlek, Uram, öld meg őket, és végezz velük jó lassan. Hát az Úr nem válaszolta meg ezt az imámat, úgyhogy egy kicsit módosítottam az imám. És akkor azt mondtam az Úrnak, hogy Istenem, nem tudnád tönkretenni valahogy a tollukat, hogy ne fogjon, vagy bármi ehhez hasonló, de hát Isten ezt az imámat sem hallgatta meg. Szóval az egyik este volt egy álmom. Nagyon sokszor álmodom, mert Isten nagyon sokszor álmokon keresztül szól hozzám. A legtöbb ugyanúgy kezdődik el. Ott vagyok Isten tróntermében. Isten ott ül a trónszékén, és én pedig a trónjánál a jobb keze felől ülök, és a lábam az ölében van. A bal karom pedig átkarolja az ő vállait, és a fejünket összedugjuk, tehát így egymáshoz bújunk, és úgy beszélgetünk egymással. Eljött ez az álom, amikor ott vagyok a trónteremben, ott ülök az atya jobb keze felől, lábam az ölében,
vállán van a karom, a fejünket összedugjuk, és azt mondja nekem az atya, Graham, szeretnél valamit látni? Mondtam az úrnak, persze, természetesen. És aztán, ahogy az úr kiadta a parancsot, az egyik angyal behúzott kerekeken egy óriási nagy márványlapot. Legalább 1,80 magas volt, 1,50 széles, 1,20 mélységű, és az atya rám nézett, és azt mondta, mit szólsz ehhez? És azt mondtam az úrnak, abszolút gyönyörű. És azt mondta az úr, igen, nekem is tetszik. És azt mondta nekem, szeretnél még valami mást is látni? Mondtam, hát persze. Szóval balkész felől fordult, és elkezdett beszélni, és aztán Jézus belépett a képbe, és fogta az ujját, belenyomta a márványkőbe, és elkezdte az ujjaival kirajzolni ezt a figurát. És aztán megállt, megfordult, és egyenesen a szemembe nézett, és rám mosolygott. És aztán kisétált. És az atya azt mondta nekem, na, ehhez mit szólsz? Azt mondtam az úrnak, hát nagyon érdekesnek néz ki. Mi ez? Mondta nekem az atya, Graham, szeretnéd látni, ahogy elkészül? És azt mondtam az úrnak, hát persze, igen. Szóval kiadta az atya a parancsot, és három pár kéz jelent meg úgy a levegőben. És a kezükben ott voltak kalapácsok és vésők, és egyszerűen elkezdték kifaragni ezt a figurát, ezt az ábrázatot. És aztán az atya megszólalt, és azt mondta, tudod, Graham, hogyha bátorítanád őket egy kicsit, sokkal keményebben dolgoznának, és sokkal hatékonyabban. Szóval mit szólnál hozzá, hogyha bátorítanád egy kicsit őket, megáldanád őket? És tudjátok, tipikus brit ember vagyok, és mondtam a kezeknek, hogy hát, fiúk, gyerünk! Még egy kis erő a kezetekbe, és mindenféle ilyen dolgokat vallotta meg. És az atya azt mondta nekem, Graham, nem jól csinálod, teljesen bele is kell élned magad, a szellemét szinte át kell, hogy vedd ennek a dolognak. Mert ezek a fickók valami olyat fognak csinálni, ami nagyon dicsőségteljes lesz, de ahhoz ténylegesen nagyon bátorítanod kell őket. És akkor elkezdtem kiabálni, hogy áldjon meg az Úr titeket, adjon nektek erőt és hatalmat, és legyen bennetek energia és lelkesedés és buzgóság. Mindenféle ilyen dolgokat mondtam. Végül már annyira nagy lelkesedésben, buzgóságban kiabáltam, hogy szinte már ott álltam az atya trónszékének a karján. Bal kezem ott volt az atya feje tetején, hogy ne veszítsem el az egyensúlyomat, és így kiabáltam, hogy áldjon meg az Úr titeket, adjon nektek erőt és hatalmat, energiát, gyerünk, adjatok bele mindent! És egyszerűen az egész menny elkezdett morajlani hirtelen, és mindenütt megjelentek angyalok, akik nevettek és nevettek, egyszerűen ujjongtak, bíztattak és bátorítottak, és aztán megláttam az egyik angyalt, több angyal is nevetett ennyire, de egy angyal nagyon feltűnően, annyira nevetett, hogy szó szerint fetrengett a padlón, egyszerűen azt hittem bele fog halni a nevetésbe, annyira hahotázott, fogta a kezeit és a térdeit verte vele, és a szárnyai egyszerűen csapkodtak, ahogy sikított a nevetéstől. Tehát csak véget ért ez az egész. És aztán vissza süllyedtem, úgymond az eredeti álláspontomban, tehát a saját rószénkemmel, és az atya odafordult hozzám, és azt mondta, Graham, mit szólsz ehhez? Ránéztem erre a remek műre, és elkezdtem sírni. És azt mondtam, atyám, ez annyira gyönyörű, ez egyszerűen bámulatos. Olyan gyönyörű, hogy kimondhatatlan. És azt mondta az atya, igen, Graham, szeretnéd tudni, hogy mi ez? Azt mondta az atya, ez te vagy. Én így látlak téged, ilyennek látlak, ezzé teszlek, ilyenné faraglak ki téged. És akkor elkezdtem sírni. És azt mondta az atya nekem, hogy fiam, szeretnéd megköszönni a kőfaragóknak ezt a gyönyörű munkát? És mondtam, persze. Emögül, a gyönyörű kifaragott szobor mögül előugrottak a három dilis trió. És én egyszer csak megláttam őket, és ezt mondtam, áááá! És felkeltem erre, hogy áááá! A feleségem annyira felriadt, hogy legalább 3 méter magasra felugrott az ágyból. És gyorsan felkapcsolta a villanyt, és mondtam, mi van, mi történt? És mondtam neki, Hedő, a dilis trió, mennyország, most már értem, tudom miért vannak ezek az emberek. És csak nézett rám a feleségem, hogy egy totál gázos vagy, elment az eszed, és mondtam neki, igen, tudom, de most már tudom, hogy miért van ez a dilis trió. És az egész személyiségem, a teljes lényem, mindenem teljesen megváltozott ezek felé, az emberek felé, a három férfi felé. Most már megértettem, hogy igazából Isten küldte ezeket az embereket, hogy valamit
valósággal ő faragjon ki engem, és ő tegyen engem azzá az emberré, akivé ő akar engem tenni. Szóval most már úgy imádkoztam, ó, Uram, add, hogy ott legyenek! Néhány nappal később bementem az irodába, és akkor Carol, az asszisztensem mondta, hogy ó, a Dilis trió bejelentkeztek az újabb konferenciára, és én pedig mondtam, ó, igen, de jó! És akkor emlékszem, hogy úgy mentem a konferenciára, hogy imádkoztam értük, és ahelyett, hogy hátra mentem vala a parkoló részbe, egyenesen az előső részre mentem, tehát ahol az épületnek a bejárata volt, és ott voltak kívül újra a plakátjaikkal, és ott meneteltek, és mindenkinek kiabáltak, és hirdették az ellenem szóló dolgokat, és egyszerűen megláttam őket, és éreztem, hogy szinte feltör belőlem az óriási szeretet irántuk. Teljesen úgy éreztem felőlük, hogy ó, az én fiaim újra itt vannak. És emlékszem, hogy bementem a főbejáraton. Leültek első sorban, természetesen, ahogy szoktak, és úgy néztek, ilyen csúnyán, mint a Grimm testvérek. Ismét ott volt a kezükben a gyönyörűen új jegyzetfüzet, és a szépen kihegyezett ceruza, vagy toll. És egyszerűen szinte oda táncoltam magam eléjük, és mondtam nekik, hogy hogy vagytok? Olyan csodálatos titeket itt látni. Annyira köszönöm nektek, hogy minden egyes alkalomra eljöttök. Nagyon nagyra értékellek titeket, mert a szívem feléjük teljesen megváltozott. Mondtam nekik, hogy hosszú utatok volt, messziről jöttetek? Hozhatok nektek teát, vagy kávét, vagy egy kis sütit, vagy bármit? És akkor úgy ültek ott, hogy közben azon gondolkodtak, biztos drogozik, vagy valami ilyesmi láttam, hogy jegyzetelnek közben. Körülbelül még egy évig, vagy valami hasonló ideig még ott maradtak, és továbbra is jöttek, és mindig is csinálták továbbra is a dolgaikat, mint amit eddig is csináltak mindig, de ekkor már az én szívem teljesen megváltozott feléjük. És ettől a ponttól kezdve elkezdtem meglátni, hogy az ellenállásnak micsoda szerepe van az életünkben, abban, hogy megáldja az életünket, és kiformálja a karakterünket, hogy azzá az emberré váljunk, akivé válnunk kell Krisztusban. Szóval körülbelül 18 hónapig még ott voltak, és egyszerűen egyik napról a másikra eltűntek. Soha többé nem láttam őket azóta. De az én szívemet teljesen megváltoztatta, különösen abban a tekintetben, hogy hogy tekintek az emberekre, ellenállásra, és azokra az emberekre, akik üldözni akarnak engem, akik bántani és kritizálni akarnak, hogyan tekintek én őrájuk. Tudjátok, Isten megengedi az ő bölcsességében azt, amit nagyon könnyen az ő ereje által megakadályozhatna, de láttam, hogy ő szándékosan nem teszi, mert mindezeket a dolgokat a mi hasznunkra használja föl, hogy azzá az emberré válhassunk, akivé Isten alkotott bennünket, és akivé ő akarja, hogy legyünk. Szóval ez egy